Jelentős áttörést értek el a kulcsfontosságú déli fronton az ukrán csapatok, illetve az ukrán erők védik pozícióikat a frontvonal északi szakaszain, közölte az ukrán elnöki hivatal vezetője. Andrij Jermak tájékoztatása szerint a Herszon mellett katonai műveleteket végző csapatok megvetették lábukat a Dnyipro folyó keleti partján. Az ottani partszakasz stabil alapot adna Ukrajnának, ahonnan mélyebbre behatolhat az oroszok által megszállt területeken. Az ukrán előrenyomulás néhány nappal azután történt, hogy a herszoni lakosok városuk felszabadulásának egyéves évfordulóját ünnepelték. Tavaly novemberben az ukrán erők több hónapos ostrom végén foglalták vissza a várost az oroszoktól. A város azóta is orosz légi és tűzérségi csapásokat kénytelen elszenvedni. Az, hogy az ukrán csapatok most megvetették a lábukat a Dnyipro folyó keleti partján, lehetőséget ad arra, hogy támadják azokat az orosz állásokat, ahonnan a herszon elleni csapásokat indítják.